Először is üdvözlök mindenkit, Kránic Ádám vagyok, és webes és mobil alkalmazás fejlesztésről fogok beszélni. Hát ez egy elég szép nagy tárgykör, úgyhogy nem mindenről fogunk beszélni, de azért, hogyha valakinek van kérdése közben, azt már most szeretném kérni, hogy akkor azonnal tegye fel a kezét és kérdezzen, ne pedig megvárja a végét, és úgy próbálja majd valószínűleg a több ezer kérdés közül feltenni a kérdését, jó? Úgyhogy én szeretem az ilyen interaktív módot. Ez egy elég nagy témakör, úgyhogy valószínűleg, meg egyébként is ugye az F-sharp az nem egy annyira ismert nyelv per pillanat, úgyhogy akinek kérdése van, azt kérem, kérdezzen azonnal. Jó magamra egy pár szóban. Én ugye Microsoft technológiákkal foglalkozok most már egy ideje. Én a Java világból tértem oda át. Előtte kutatóként dolgoztam, de per pillanat a jelenlegi kapacitásomban MVP vagyok. Az egyik dolog, amiről általában ismernek, az az F-sharp szakirodalomban, ez a négy könyv, amit volt szerencsém társszerzőként írni, ebből hármat Don Simon-mal, aki ismeri az F-sharpot, azt tudja, hogy ő az F-sharp nyelvnek a tervezője. Egy Microsoft Research-nél Cambridge-ben dolgozó kutató, illetve van egy cégem, Intellifactory Kft., ennek vagyok az alapítója. Illetve egy-két konferencia, meg hát rengeteg konferencia járok előadni, amire legbüszkébb vagyok, ez a CUFP nevezetű workshop, ez az ICFP-vel a legrangosabb nemzetközi funkcionális programozással foglalkozó konferenciának egy workshopja, ennek vagyok az irányító bizottságának a tagja. Itt vannak a könyvek, ezt azért szeretem mutatni, mert egyrészt szerintem tök jól néz ki, másrészt pedig ez a harmadik kiadás az most jelent meg körülbelül 2-3 hete, úgyhogy nagyon örülök ennek a dolognak. Akit esetleg érdekel, annak el tudom mondani, hogy hogy lehet ezt a könyvet beszerezni itt Magyarországon, mert ezek külföldön jelentek meg sajnos. Rólunk röviden annyit, hogy mi egy F-sharp szoftverfejlesztő cég vagyunk, inkább kutató és fejlesztő cég. Nagyon egyszerűen a cég filozófiánk arról szól, hogy a legjobb embereket szeretnénk összetoborozni a világból. Eddig ez sikerült is, 10x néhány országból voltak munkatársaink. Általában egyetemről már frissen jövően is felveszünk gyakornokokat. Itt általában a legjobb egyetemekről jönnek, tehát külföldön, Amerikából, Angliából, Kínából, stb. Illetve hát a másik dolog, amiről félig meddig hírhettek vagyunk, nem híresek, az az a webes platformnak, mi vagyunk a fejlesztő, amit úgy hívnak, hogy WebSharper, ami ugye az előadásnak a címében is megtalálható volt, tehát ennek a segítségével fogunk ma itt egy-két alkalmazást fejleszteni. Ez egy nyílt forráskódú, de dual licenszelt fejlesztői platform, elég sok forkja van, hát viszonylag sokan dolgoznak rajta, és hát több ezeren használják már így az F-sharpos fejlesztők közül cégek is, kutatóközpontok, egyetemek, tehát eléggé kiterjedt az elterjedése. Cégünkről itt a jelenlegi budapesti irodánkban viszonylag kicsik vagyunk, per pillanat most lesüllyedtünk 4 főre, mármint hogy fejlesztőre, természetesen van emellett jó néhány másik munkatársunk is, gyakornokaink vannak, illetve 15-20 fős elég erős csapattal rendelkezünk, ők is szintén ilyen félig meddig MVP-k, tehát egy elég ilyen expert szintű csapat. Fejlesztő irodánk Budapesten van, de Amerikában és az Egyesült Királyságban is van egy sales-es irodánk. Hát amiben a legjobbak vagyunk, az nyilvánvaló, hogy a funkcionális programozás, itt ugye a webes, reaktív webes alkalmazások, illetve ezekhez tartozó fejlesztői eszközöknek a fejlesztését végezzük, illetve mostanság platformfüggetlen mobil alkalmazás fejlesztés, illetve továbbra is a fejlesztőkhöz beszélünk, tehát nekik szólóan vannak különböző fejlesztési toolsetjeink, illetve eszközeink. Na, hát nézzünk akkor egy-két dolgot, szerintem kezdjük a mobilfejlesztéssel. Azért a mobilfejlesztés manapság nem egy túlságosan biztató dolog, ugyanis különböző platformok vannak, ehhez különböző operációs rendszerek, programozási nyelvek, fejlesztő környezetek, stb. Tartoznak. Tehát elég nehéz ugye manapság egy cégként, akinek van egy ötlet egy mobil alkalmazásra, ezeket elég nehéz ugye különböző emberekhez eljuttatni. Van ez a kedvenc kérdésem, sok mindenhez így szeretünk hozzáállni a cégben is, hogy győzz meg, egyáltalán mondj el nekünk egy pár dolgot arról, hogy szerinted miért kellene nekünk erről tudni, vagy éppen ezt a dolgot használni. És itt van egy pár kérdés, hogy mi lenne akkor, hogyha valaki idejönne hozzátok és azt mondaná, hogy mondjuk egy ötöde kódmennyiségből, illetve ötször gyorsabban, hogyha ezt megpróbáljuk sebességre arányosítani, tudna alkalmazásokat fejleszteni. Ez ugye az egyik kérdés.
Mi lenne akkor, hogyha itt ugye voltak előadások C, C++, mindenféle viszonylag alacsony szintű programozási nyelveknek a felhasználásáról? Ugye a funkcionális programozásnak az egyik előnye, az pontosan ennek az ellenkezője, hogy magas szintű absztrakciókkal dolgozik, sokkal tömörebb, sokkal rövidebb, viszont magasabb absztrakciójú kód, ami fejlesztésre kerül. Tehát ezeket szeretnénk ugye a webes és a mobil alkalmazás fejlesztésre is valahogyan projektálni, tehát ilyen konstrukciókkal dolgozni, amik nem pointerek, meg egyéb ilyen alacsony szintű dolgoknak a felhasználásával képződik, hanem magas szintű dolgokról, például a teljes webalkalmazást szeretnék a típusrendszerben modellezni, esetleg felhasználói felületeket, űrlapokat, stb. Erősen tipizálva, egymásba ágyazhatóan, stb. Ugye erről szól a harmadik. Tehát szeretnénk deklaratív user interfészeket, felhasználói felületeket, amik a típusrendszerben modellezhetők, tehát az azt jelenti, hogyha esetleg a típus rendszerben a programozó által megírt kód nem adaptálható pontosan magára a felhasználói felületre, akkor nem teszteléssel, mint például az előbb is hallottuk, hanem már a fordító által ezek a hiba lehetőségek azonosításra kerülnének. Illetve hát mobil alkalmazás fejlesztésnél szeretnénk ugye több platformra egyszerre fejleszteni, egy kódbázisból, egy adott felhasználói eszköz segítségével. Ugyanez az egész folyamat megfigyelhető ugye már a desktop-orientált alkalmazásoknak, ugye a webre, mobil alkalmazásokká való átalakításánál, illetve az ezeknek az alkalmazásoknak a felhőbe történő skálázhatósága. Tehát ezekre mind szükségünk van. A kérdés az, hogy ezeket milyen per pillanat éppen kurrens technológia tudja számunkra biztosítani. Egy másik folyamat, amit érdemes megfigyelnünk, ez a natív és a webes fejlesztéseknek ugye az összhangja, a balansza, illetve hogy mennyire tolódik el a fejlesztői paradigmusok, illetve a használt technológiáknak a webes felé az éppen aktuális trendje. Hát azt figyelhetjük meg, hogy ugye a JavaScript, illetve a JavaScript-re ágyazott vagy beágyazott egyéb ilyen domain-specifikus nyelvek, scriptelő nyelvek, CoffeeScript, TypeScript, egyebek, stb. Ezeknek az előretörése igencsak szignifikáns. Tehát ezáltal azt vonhatjuk le, hogy a kliens oldali alkalmazások, tehát a web alkalmazásoknak a kliens oldal az ugye természetes módon nyilvánvalóan eddig is JavaScript segítségével készült, de emellett már megjelennek a desktop alkalmazások, például Windows 8-ben ugyanúgy fejlesztetek JavaScriptben, mint például C#-ban. Megjelennek a mobil alkalmazások Androidra, Windows Phone-ra, iOS-re, stb. Már nagyon-nagyon sok web alapú mobil alkalmazás készült. Tehát a webnek a nyelve, a JavaScript, illetve az erre épülő különböző egyéb scriptelő nyelvek, meg ezeknek az erősen tipizált verziói, amivel mi szeretünk dolgozni, ezek hihetetlen módon elkezdtek fejlődni és előre törni. Sőt, néhányan ugye már nem csak kliens oldalon, hanem a szerver oldalon is, ugye Node.js egyebek segítségével már szerver oldali kódot is JavaScriptben fejlesztenek. Tehát erre azért érdemes figyelni, tehát a webes alkalmazásoknak az előretörése. Tehát akkor nyilvánvaló, írjunk egyből hát mobil alkalmazásokat JavaScriptben, ugye mindenki ezt mondaná. Igen ám, de hát természetesen ez megtehető, és az összes eddig említett technológia valamilyen szinten ezt is csinálja. Ott van például PhoneGap, ezekkel nyugodtan a JavaScriptben megírt alkalmazásainkat ki tudjuk csomagolni különböző mobil alkalmazás platformokra, stb. De szerintünk ez nem elég. Tehát amit mi szeretnénk mondani, hogy JavaScriptben fejleszteni, az ma nem egy túlságosan pozitív dolog. Nyilvánvalóan nagyon sokan csinálják, ez kényszerből van, illetve az előbb említett folyamatok miatt ugye már minden egyre jobban a desktopoknál is, a mobil alkalmazásoknál is a JavaScript kerül előtérbe. Mi azt szeretnénk mondani, hogy ez nagyon szép és jó, de magával az előbb említett jó néhány dologgal, amiről azt mondtuk, hogy igen, erre pontosan szükségünk lenne. Egy dolgot talán megold a JavaScriptben való fejlesztés, de még maradt N+1, amit nem. Akkor ezzel az apropóval szeretnék egy pár szót ejteni erről a WebSharper nevű termékről. Ez nem egy termék igazából, ez egy nyílt forráskódú projekt, ezt kb. 4-5 éve fejlesztjük. Ez egy vállalati erősségű webes keretrendszer, ez teljesen Magyarországon, de nyilvánvalóan ugye külföldi kollégáknak a távoli esetleg az itteni bevetésével készítettük ezt a rendszert, tehát azt nem mondanám, hogy 100%-ban magyar szellemi tulajdon, de a lényeg az, hogy büszkénk vagyunk rá, hogy azért ez valamilyen szinten ugye elég erősen Magyarországhoz köthető.
Ez az F-Sharp-ra végül is egy webes keretrendszer. Azt hiszem, hogy mindenki el tudja olvasni, hogy mögöttem mik vannak. Nem is akarom felolvasni, mert elég sok szlájdunk van. A lényege egyetlen egy mondatban, hogy a szerver és a kliens oldali alkalmazás komponenseket egyetlen nyelvben, F-Sharp-ban készítjük, tehát gyakorlatilag a JavaScript-ben való programozást teljesen kikerüljük. És ugye nyilvánvalóan ugye már vannak ilyen rendszerek más nyelvekhez is. Az F-Sharp és az JavaScript közötti transformációról azért annyit érdemes tudni, hogy ez sokkal komplexebb és bonyolultabb, mint például a Java és a JavaScript közötti, amit ugye a Google Web Toolkit és társai használnak, amiben egyébként elég nagy alkalmazások készültek már. Tehát a mi esetünkben néhány sor F-Sharp kódból akár több száz sornyi JavaScript is képződhet. Tehát itt azért érződhet az a fajta paradigmus váltás általi, igen, mennyiségileg egy gyönyörű nagy ugrás, amit pár sorban meg lehet fogalmazni és élvezni a funkcionális programozásnak az előnyeit. Na, ennek a WebSharper keretrendszernek van egy mobil része, itt ezt tangenciálisan fogjuk érinteni. Gyakorlatilag ez ilyen PhoneGap-hez hasonló technológia, tehát a JavaScript-ben megírt alkalmazásainkat, illetve az F-Sharp-ban megírt, de végül is JavaScript-ben történő, vagy JavaScript-re átfordított alkalmazásainkat tudjuk becsomagolni különböző mobil alkalmazás platformokra, Androidra, Windows Phone-ra, stb. Rengeteg bővítés, úgynevezett extension áll rendelkezésre a WebSharperhez. Ezeket egyrészt mi is, másrészt pedig ugye a közösség is fejleszt, tehát ebből több tucat, most már ilyen 40-50 különböző kurrens JavaScript technológiához van F-Sharp-ban megprogramozható vagy elérhető úgynevezett bővítmény, tehát egészen a jQuery-től a XJS, SensaTouch, különböző mobil alkalmazási control setek, stb. Elég nagy JavaScript könyvtárakhoz is van már elérhető bővítésünk. Ezek természetesen teljesen ingyenesek, sokuk ezek közül nyílt forráskódú, és a közösségből is elég sokan fejlesztenek. Itt azért van egy-két érdekes fejlemény, hát majd a végén, hogyha lesz időnk, akkor ezekről is beszámolok. A lényeg az, hogy ezekben hihetetlen nagy erő lakozik. És akkor beszéljünk néhány ugye ezekről az absztrakciókról, amit említettem az első két-három szlájdon, hogy igazából mi is az a fajta absztrakció, amit itt próbálunk advokálni, tehát mi az, ami ugye jelentősen túlmegy a sima JavaScript-es fejlesztésen. Vannak ezek a site-letek. Kettő én absztrakcióról fogok most ebben az előadásban beszélni, az egyik a site-letek, a másik a formletek. A site-letek erősen tipizált és egymásba ágyazható web alkalmazás példányok, amiket a típus rendszerben lehet modellezni. Tehát ez azt jelenti, hogy site-let kombinátorokon keresztül, aki ugye a funkcionális programozásnak a egy-két ilyen varázsszavával tisztában van, site-let kombinátorokon keresztül tudok felépíteni, egyre növelni, funkcionalitásban kiterjeszteni web alkalmazásokat, de továbbra is ugye a típusrendszerben tartva ezeket az értékeket. Tehát a legesleg végén ugye lesz egy site-letem, ami a teljes web alkalmazást, mint egy F-sharp érték írja le. És akkor itt ugye beszéltünk, azt hiszem az előző előadásban is ugye egy-két mondatban előkerült ugye az MVC, tehát itt vannak különböző már eddig létező egyéb technológiákban is használt hozzáállások, vagy ilyen metodológiák, hogy hogyan lehet bizonyos részét a webes fejlesztésnek megfogni. Itt nem egészen MVC-ről beszélünk, de ahhoz nagyban hasonlít az, hogy egy adott típuson keresztül modellezzük azokat a belépési pontokat, amit ugye a webalkalmazásunk kielégít. Tehát itt ebben az esetben, hogy itt van nekünk egy action nevezetű osztályunk. Ez egy F-sharp típus. Itt azt írja le, hogy 6 különböző alakja van. Ez gyakorlatilag egy úgynevezett diszkriminált unió. Egyébként azt nem kérdeztem, hogy hányan fejlesztetek F-sharpban itt közületek. Azt várom, hogy körülbelül egy, azért 3 embert vártam. Tegye már be fel még valaki kettő kezét, csak úgy poénból, hogy így jól nézzen ki. Nagyszerű. 2-3. Oké. Tehát az azt jelenti, hogy a hallgatóság mennyi? 0,5%-a F-sharpban fejleszt. Tehát ez egy diszkriminált unió, erről nem akarok nagyon beszélni. Ez végül is egy zárt értékkészletet modellező típus. 6 különböző alakot enged meg, és ezeknek az alakoknak ugye vannak olyan egyes példányai, ami külön adott más típusú értékeket tudnak magukon hordozni, itt például a login nevezetű alakzat, ami ugye egy akció típusnak ugye önmagára rekurzívan referálva egy opcióját képviseli, vagy viszi a hátán. Na hát,
Ugye először is ahhoz, hogy megtudjuk ezeket a webes dolgokat fogni, azért nem ártana megnézni, hogy hogyan is néz ki egy adott mintaprogram. Következőt csináltam, tehát itt egy Visual Studio, ez a Visual Studio 2012-es. Felinstaláltam a website-ról letölthető nyílt forráskódból esetleg saját magatok által is újrafordítható WebSharper keretrendszert. A következő hatása volt, itt a új projekt ablakban megjelent egy új WebSharper nevezetű F-sharp nyelv alá csatolt folder, és hát ezen belül vannak különböző típusú projektek, amiket én itt tudok kreálni. Vannak egész Android alkalmazástól egészen különböző könyvtárakig, bővítményekig, pusztán HTML és JavaScript alapú weboldalakon keresztül, különböző ASP, netes, kompatibilis, MVC és stb. Kompatibilis projektek. Hát itt most a site-letekről beszélünk, ahhoz két projekttípus tartozik. Van ez a webalkalmazás, illetve egy példa webalkalmazás site-let alapú template. Hát most a példa site-let alapú templétet nyitottam meg, és hát kaptam itt gyakorlatilag egy megoldást, amiben van két projekt. Ha kérdés van, nyugodtan lehet kérdezni. Az egyik egy F-sharpos, a másik egy webes projekt. Az összes funkcionalitása végül is a site-omnak az F-sharpos projektben van, és hát lám-lám, itt az a típus, amiről beszéltünk, hogy az előbb a szlájdon. Lapozok két-három lapot, azt mondja 200 sor kereken, még a legalján azt látom, hogy itt van egy ilyen deklaráció, ami azt mondja nekem, hogy ebben a végeredményben elkészülő assemblyben, befejezem a mondatot, és már is a tiéd vagyok, lesz egy úgynevezett site-letünk, és ebben a site-letben hova kell menni, hogy ezt a site-letnek a definícióját láthassuk. Tehát igazából arról beszélünk, hogy amikor webes és mobil alkalmazásokat készítünk, akkor mi ezeket programatikusan állítjuk elő, tehát nincs markup. Magát azt az ASPX, vagy HTML, vagy egyéb markupot, ugye, amit így szoktak ugye, webes fejlesztéseknél hívni, mi ezeket a úgynevezett tartalmakat, amit a webről visszatudunk egy-egy URL-nek és a HTTP igéhez tartozó kéréshez egy-egy tartalmat szolgáltatni, ezt mi programatikusan állítjuk elő, mindig az adott szituációhoz függően. Tehát itt a site-letekben kell igazából keresni azt, ami az MVC-ben más architektúráknál modellezve van. Mi azért nem szerettük ezt az MVC-nek a teljes metodológiát magunkra húzni, mert egyrészt nem működik, másrészt nem biztonságos. Itt értek ez alatt olyan dolgokat, hogy ugye egyrészt a kód és a mögötte levő, illetve az alatta levő markup között ugye általában stringeken alapulóan kötjük össze a megfelelő elemeket, tehát van egy code behind file-om, ahol leírok különböző funkcionalitást, és ezt viszont valamilyen név alapján, tehát stringként, tehát teljesen megbízhatatlanul kötöm össze a fölötte levő markuppal, tehát a megjeleníthető tartalommal, és így öntök végül is félig meddig funkcionalitást az adott megjelenített elemekhez. Tehát ezt mi szerettük volna elkerülni, és az egész már megjelenített tartalmat, annak a teljes szemantikáját mi programból generáljuk, tehát így állítjuk elő, és ezért nem igazán húzható magára az MVC, kivéve azt az egyetlen egy momentumot, hogy ugyanúgy, mint az MVC-nél, van ez a típus, amit itt ugye mutattam mögöttem, ez a típus, ami gyakorlatilag megpróbálja leírni, hogy milyen különböző funkcionalitást próbál a site-unk leszállítani. Itt persze természetesen nem látszik, hogy ezek milyen URL-eken keresztül érhetők el, de majd mindjárt azt is megmutatom. Na, tehát itt jártunk, hogy ugye a 200. sorunk végén van ez a pársoros kis deklaráció. Ez mondja meg, hogy végül is ebben az adott assemblyben lesz majd ez a gyönyörű site-let. Ennek itt vannak különböző részei, ebben nem nagyon mennék bele. A lényeg az, hogy megmutatom, hogy mivé alakul. Tehát itt van egy ilyen gyönyörű alkalmazás, hát ez egy teljesen statikus, nagyon régi típusú template-re épül. Itt ennek vannak különböző oldalai, van egy ilyen kontakt oldal, van egy sima mondj nekünk egy hellót, van egy valamilyen szinten megvédett tartalom, amihez ugye be kell logolni, hogy láthassuk, meg van egy ilyen legacy ASPX oldal, ami gyakorlatilag egy ilyen teljesen sima textuális dolog. És a kettő között ugye vannak ilyen apróságok, hogy be tudok loginálni, ki tudok loginálni, hogyha belennék loginálva,
ha loginelve vagyok, ilyen gyönyörű magyarsággal mondva, akkor ugye meg tudom nézni ezt a rejtett tartalmat, minden más esetben pedig az egyedül értelmes dolog, amit itt tudok tenni, az a kontakt oldalon, ezt az űrlapot ki tudom tölteni, mondjuk hány éves legyek, 18, és megyek tovább, és itt meg tudok adni különböző adatokat. Itt azért megmutatok egy-két érdekes dolgot, mert úgyis mindjárt beszélünk róla. Itt van például egy úgynevezett sitelet melletti másik formalizmus, amit úgy hívunk, hogy formlet. Ennek egy gyönyörű dependens variációja, ami azt jelenti, hogy attól függően, hogy mit választok ki, maga az alatta levő, illetve a teljes űrlap végül is morfolódik, átváltozik. Itt validációt is azért figyeljünk meg, hogy azért itt van minden beépítve, tehát itt gyakorlatilag azt mondja, hogy én nem küldhetem be ezt az űrlapot egészen addig, amíg nem írok be valamilyen fajta számot. Tehát itt ugye volt ez az űrlap, biztos mindenki látta, hogy azért ott egy-két ilyen kliens oldali validáció alapból jött, és a végén ez egy ilyen szekvencia volt, és a harmadik lépésként kapok egy ilyen összegzést arról, hogy milyen nevet, hány évet és milyen kontakt vagy kapcsolattartási metódust választottam, és erről mind kaptam itt egy értesítést. Ennek a kódja, ez itt van ebben az F-sharpos kódbázisban. Ebben nem akarok nagyon belemenni, maximum a végén, amikor lesznek kérdések, de ha van már most kérdés, akkor nyugodtan föl lehet tenni. A lényeg az, hogy például csak nézzünk meg egy oldalt, itt van ez a védett tartalom, most ezt mindjárt fölnagyítom itt. Ha fel tudom, azt mondja, hogy mondjuk ez kicsit nagy lett. De azért nagyjából látható, hogy miről szól a dolog. Tehát vannak különböző egy F-sharpos értékem, aminek egyébként content típusa van. Ez az akciós típusom fölé van absztraktálva, vagy azon felül van példányosítva. És van ez a gyönyörű függvény, amiben úgymond bepumpálok egy tartalmat létrehozó másik függvényt, és hát azt kapom, hogy ez egy protected tartalom, és hogy köszönöm, hogy belogoltál, hogy megnézhest, ezt le is tudjuk itt teszteni. Tehát ha ide jövök alapból, azt mondja, hogy hát én ezt nem tudom megnézni, viszont akkor menjünk be valamilyen usernévvel, és hát ugye legyen az mondjuk a jelszónk, hogy jelszó, és hogyha ezt így megadtuk, akkor itt vár gyönyörűen az a tartalom, ami egyébként el volt rejtve, és most nyilvánvalóan láthatom azt, hogy be vagyok logolva, ki tudok logolni, megint nem tudom elolvasni, stb. Na most, tehát ezek ugye elég alapvető dolgok ugye egyes webalkalmazás fejlesztéseknél. Az érdekes dolog az, hogy itt nem kellett foglalkozni azzal, hogy hogyan teszek kliens oldali validációt, hogyan építek fel űrlapot, amiből erősen tipizálva kapok vissza értékeket, tehát nem kell egy dictionary-ből egy tipizálatlan adatforrásból kiparszolgatnom, és egyéb injekciós támadások ellen megbizonyosodnom, hanem egyből egy tipizált értéket kapok vissza, mint itt azt láthattuk, tehát itt a különböző elemei ezeknek az űrlapoknak, például az életkorom az egy egész számú típus, nem pedig egy string típus, stb. Tehát maga itt a formlet is úgy lett fölépítve, hogy ezek már a felhasználó, illetve a programozó felé egy erősen tipizált típusrendszerben modellezett rekord típusként ebben az esetben elérhetők. És maga az oldal, például itt van ugye a markup, ami ugye beszéltünk arról, hogy hogyan állítunk elő. Itt a H1, a P, a text, az I, és egyebek, a div, ezek már gyakorlatilag a HTML tegeknek megfelelőek, de ezek a jelen esetben ezek függvények, ezeket úgy hívjuk, hogy HTML, illetve XML kombinátorok. Tehát különböző függvények egymásba ágyazásával, ezek egymásba ágyazott hívásával állítunk elő tartalmat. Ez természetesen externalizálható, tehát ugye nem szereti az ember azt, hogyha mondjuk egy adott websájtot újra kell fordítani, csak azért, mert meg kell változtatni egy betűt benne, hogy mi lett kírva. Úgyhogy itt bemutatok azért egy-két ilyen templételő mechanizmust. Kettő fajtát támogat jelen pillanatban ugye ez a keretrendszerünk. Van a statikus, itt indulunk egy XML leíró fájllal, amit gyakorlatilag egy designertől kapunk. Ebből automatikusan a rendszer előállít F-sharpos forráskódokat, amiben van egy-egy ilyen beágyazott modul. Ugye a neve egy almodulban annak a fájlnak, amit megkaptunk, és egy ugyanolyan névvel ellátott függvény, ami aztán utána meghívható, például itt egy példaprogram rá, tehát például egy másik függvényben így tudom felhasználni, hogy tegyünk bele annak mondjuk a body
placeholderébe valamilyen tartalmat. Tehát ez az erősen tipizált és biztonságos URL-eket biztosító statikus templételés. A másik az gyakorlatilag egy kicsit relaxáltabb, mert ez már csak futásidőben vizsgált, de továbbra is biztonságos URL-eket támogató dinamikus templételési mechanizmus. Ezt használ egyébként a példaprogram itt a kódunkban, tehát ha itt följövünk, akkor itt vannak például a templéttel kapcsolatos dolog, tehát létrehozunk egy típust, amiben azt írjuk le, hogy milyen placeholderink vannak, ezt egy kicsit lejjebb viszem. Ezt megpróbáljuk rámeppelni egy általunk készített HTML fájlra. Ez egyébként a pont, amikor esetleg elfeküdhet futásidőben, de hát ugye azt egyből az első futásidejű betöltésnél érezheti az ember. És ha már ez megtörtént, akkor megpróbáljuk ugye ezzel az adott kombinátorral ráaplikálni azokat a placeholdereket az erősen tipizált értékekre, és így létrehozva egy-egy tartalmat, amit aztán utána később meg tudunk például így hívni. Tehát itt a templételő függvényem, megadom azt a templétet, amit az előbb fölépítettem, ugye az adott main.xml alapú fájl alapján, és akkor itt teszek bele különböző tartalmat. Itt építek össze egy menüt, ezen nem megyek át, pedig ez egy gyönyörű példa. Ugye itt vannak általunk definiált nagyon érdekes operátorok, ez például létrehoz egy hiperlinket, egy adott szöveg, és hogy hova mutat, és hogy csak lássuk azt, hogy ez miért is mondom már negyedszer azt, hogy biztonságos URL-ek. Tehát nem lehet stringként megadni egy URL-t, illetve lehet, csak azok mind kifele a site-ból kifelé mutatnak. A site-on belüli URL-ek, tehát hogy menjünk a home oldalra, menjünk arra az űrlapra, ahol már félig meddig kitöltve a következők láthatók, stb. Azokat mind magának ennek az action típusnak a különböző módozataival, alakzataival tudok létrehozni. És itt látom például, hogy a say hello, tehát így ez a sor gyakorlatilag ad egy hiperlinket, amiben az lesz, hogy say hello, és majd hova mutat, az echo oldalra, amit paramétereztünk azzal, hogy hello. Stb. Tehát lehet látni, hogy programmatikusan hogy építem fel a teljes szájtomat. Ugye itt létrehozom a menüt, ezeket átpumpálom egy függvényen, ami csinál belőle egy labelt, megfelelő CSS osztályjal ellátva, és aztán fogom ezt az egészet, és a templétemnek a menü szegmensébe beillesztem. És az összes többi részét, a bannert, a login panelt, a main oldalát, a sidebar-t, footert, stb. Felépítem, és a végén kapok egy ilyen oldalt. Tehát ezek az oldalak gyakorlatilag egy kaptafára, egy kinézetre épülnek fel, és ezután már az oldalak modulban ennyibe kerül a home oldal, ennyibe kerül a kontakt oldal, ennyibe kerül az echo oldal, itt látom, hogy egy paramétere is van ennek az echo oldalnak, amit aztán egy H1 tagben kiír nekünk, stb. Tehát gyönyörűen felépíthető, mint egy site-let. Ha hibát vétek, megpróbálom esetleg így beinzertálni azt a paramétert, akkor természetesen a fordító valamennyi latenciával majd szól nekünk, ha csak nem erre van egy éppenséggel, hát ez gyönyörűen be tudta nekünk kasztolni, tehát akkor mondjuk így, hogy mondjuk bepróbálok egy ilyet, erre valószínűleg már válaszolni fog, és azt mondja, hogy hát itt épp egy stringet várunk, de hát te egy intet adtál, stb. Tehát azért látszik, hogy ez miért tipizált, és hogy típus safe, vagy biztonságos. Ugye láttuk azt, hogy mi lett belőle. Akkor gyorsan súranjunk tovább. Tehát itt a dinamikus templéteknek a használatát láttuk kódban. Mondom, a templétből, amit ugye a WebSharperrel fel lehet installálni, ezek automatikusan jönnek, tehát ezt meg lehet nézni. Ez 200 sor. Azt hiszem, hogy nem jelentene túl nagy problémát, hogyha valaki egy fél órát eltölt, és teljesen megérti. Itt ugye el van magyarázom még egyszer ugyanez, ezen gyorsan átmegyek. Azért itt megállok, mert a site-leteknél, hogy tartalmat hogyan tudunk site-letté varázsolni, azért itt van egy pár fontos momentum, amit érdemes megemlíteni. Az egyik ez a site-let.content nevű kombinátor. Ő annyit csinál, hogy egy adott URL-re regisztrál egy adott actionhöz magát, és azt mondja, hogy ezt az adott tartalmat fogom szolgáltatni azon az adott URL-en. Ez az éppenséggel singleton site-let, ez a root webalkalmazásomat fogja majd szervírozni, és a homepage tartalmat fogja nekünk visszaadni, és azt mondja, hogy az action.home-nak az alakzatára iratkozik fel, tehát ha bármi például URL-en keresztül erre az adott oldalra akar referálni, akkor az action.home-ot kell neki megadnia, amit az előbb azt hiszem, hogy a menünél meg is néztünk. Általában nézve, minden más esetben egy nagyon egyszerű úgynevezett redirekcióval tudunk az action típusra
tartalmat generálni, és ehhez a sitelet.infer metódus lehet alkalmazni. Itt azt mondjuk, hogy bármilyen bejövő kérésre, amit megpróbálunk egy action-né mappelni, ha azt látjuk, hogy ez a kérés a kontakt oldalra irányult, akkor szervírozzuk a kontakt oldalt, ha az echo oldalra irányult valamilyen paraméterrel, akkor azt a paramétert adjuk tovább, és szervírozzuk az echo page-et, stb. Stb. Tehát itt láttad, hogy mennyire tiszta az egész. Ez végül is úgymond a top loop a tetején, ez fogja össze azt, ez a router, ez az irányító kis halmaz, ami a bejövő kéréseket tartalommá irányítja. Tehát ez az MVC patternnak, ha már itt voltunk, a tipizáltan, gyönyörűen leírt modellezése F-sharp nyelvre kivetítve. Nincsenek ugye HTML vagy ASPX oldalak, nincsenek egyéb ilyen leírások, nincsenek stringként által asszumolt vagy feltételezett összeköttetések, szépen itt van minden erősen tipizált F-sharp kódba. Kérdés, hogy mi lenne, ha például az egyik ilyen alakzatot itt elfelejteném, akkor fordító azonnal szólna, hogy hát, nagyon szép, hogy ezt itt csinálod, de a login például nincs kezelve, azzal mi lesz? Tehát ez egy pattern matching nevezetű konstrukció, ez ugye a funkciós nyelvekben az egyik közkedvelt konstrukció, és ezt a teljességre nézve a fordító tudja elemezni fordítás időben. Tehát itt egy alakzatot elfelejtek, akkor arról egyből szól. Ugye vannak itt bizonyos akciók, amikhez nincsen tartalom, amit lehet szolgáltatni, például a logout. Ez egy olyan üzenet, amit ugye megküldök például az egyik oldalról, hogy szeretne a user kijelentkezni. Itt gyakorlatilag annyit teszünk, hogy akkor kiléptetjük őt, és átdirektáljuk önmagunkat a home oldalra, ami ugye nyilvánvalóan megjelenít valamit. És itt megint meg lehet nézni, hogy nem URL-eken keresztül irányítok át valakit, hanem ugye az akciós különböző alakzatokon keresztül. Ez azért jó, mert egyrészt az URL-eket maga a framework generálja, tehát sosem tudhatom, hogy például a home oldalra milyen URL fog mutatni. Ha pedig szeretném, hogy slash home legyen, akkor azt meg tudom adni, de az úgynevezett override-ként működne, ami nagyon egyszerűen egyébként végigvitelezhető. Itt fönt az akciós típus megadásánál van egy ilyen attribútum, amit itt meg lehet előtte adni, és itt meg lehet neki mondani azt, hogy mi legyen pontosan, mondjuk legyen ez login, és egy ilyen nagyon egyszerű dolgot el lehet intézni. De ezt nem szeretjük. Mert hogy szeretnénk azt, hogyha maga a keretrendszer biztosítaná nekünk ezeket a neveket? Hiszen legtöbb esetben például egy egyoldalas mobil alkalmazásnál sosem látom az URL bárt, teljesen mindegy, hogy az oldalak hova mutatnak egymásra, hiszen úgyis csak egy oldal van, ha pedig több oldal van, akkor is teljesen mindegy, hogy hogy van. A lényeg az, hogy konzisztensen egymásra megfelelő időben és helyen mutassanak. Az autentikált résznél ugye még nem beszéltünk erről az egyetlen egy kis momentumról. Itt egy filtert kell tervezni a programozónak, amiben kettő különböző dologra kell ügyelni. Egyrészt az, hogy hova küldje a usert, hogyha éppenséggel nem felel meg a beléptetésnek. A másik pedig az, hogy a sima normális beléptetésen felül még milyen egyéb predikát függvényen keresztül szeretné azt az adott usert még tovább verifikálni. Tehát az rendben, hogy valaki belogolt, de például az adott filter, az csak a nőnemű vagy az arra végződő felhasználó névvel belépett userekre vonatkozik, azt az ilyen extra fajta kritériumokat, predikált dolgokat itt lehet megadni. És ennek a filternek, amikor már az ember deklarálta, ennek a segítségével a Sitelet Protect nevű kombinátoron keresztül lehet egy adott tartalmat, amit ugyanúgy az előbb, mint az előbb látott sitelet.content kombinátorral hozok, vagy emelek fel sitelet-té, tudok megvédeni. És így áll össze az egész site. Gyakorlatilag van egy negyedik kombinátor, ez a sitelet.sum. Ő annyit csinál, hogy összeadja ezeket a különböző egyéb sitelet-eket, és kapunk egy ugyanolyan típusú másik nagyobb sitelet-et, ami már a teljes alkalmazást ebben az esetben magába foglalja. Hogy csak megmutassuk, hogy ez a végén hogy nézett ki. Ugye van maga ez a deklaráció, ami azt mondja, hogy az adott DLL-ben lesz egy adott sitelet, és itt van maga a definíciója, amit ugye mint entire site, itt, hát ez ugye F-sharpban rengeteg lokális függvény van úgymond, tehát ezek egymásba ágyazott függvények és értékek halmaza, tehát itt vannak ugye belül ezek mind lokálisak az entire site nevű bindingomra, de a lényeg az, hogy a vége az így végződik, hogy a három különböző al sitelet-et vagy sub-sitelet-et összeadjuk, és aztán a végén ezt deklaráljuk itt, mint sitelet, ami az assemblyben tartalmazva van.
Kérdés. Tudom, hogy nagyon száraz, ezen gyorsan átrohanok. A formateket érintettük, nem is akarok nagyon róla beszélni. Ezek ugyanolyan fajta erősen tipizált és fordítási időben csekkelt első osztályú és egymásba ágyazható konstrukció, de űrlapokra, nem pedig website értékekre. Ezeknek két különböző nagyobb fajtát különböztetjük meg. Vannak a dependens, tehát egymáson vagy egymástól függő formletek, és vannak az úgynevezett flowletek. A példaprogramban látott három lépésből álló szekvencia az egy flowlet. Tehát a flowlet gyakorlatilag az egy ilyen varázslószerű adott szekvencia, legalább kettő vagy egy plusz lépésből álló formlet halmaz, az egy flowlet. A dependens formletre is láttunk egy példát, ugye az adott kiválasztott értéktől függően morfolódik egy-egy adott formlet. Ezek mind a típusrendszerben vannak modellezve, akit érdekel, a kódba bele kell nézni, és ott van egy pár sorban leírva. Itt van egyébként az általános formája egy formletnek, tehát hogyan tudok felhasználó űrlapokat létrehozni. Definiálok magamnak egy gyors helpert, itt az a neve, hogy TB, hát textbox. Ez két paramétert vár, egy címkét, illetve egy olyan üzenetet, amit kap az ember, hogyha nem töltötte ki ezt az adott textboxt, és létrehoz nekünk egy sima input controlt, ráilleszt egy validátort, ami nem engedi át csak akkor a felhasználói kontrollt, hogyha egy nem empty, tehát ha nem üres. Egyébként pedig megjelenti azt a hibaüzenetet, amit bepasszoltunk ennek a függvénynek. Rátesz egy validációs ikont, és hozzáteszi ezt a text címkét az elejére. Gyakorlatilag körülbelül erről beszélünk. Ez a kettő különböző adatot begyűjtő, validációval ellátott submit, tehát bejövő és maga törlőgombbal ellátott szépen formatált dolognak a teljes forráskódja itt látható, tehát ez a 10 sor mondjuk körülbelül ezzel lehet leírni. És az az érdekessége ennek, hogy ugye ez egy erősen tipizált dolog, tehát ez nyilvánvaló, hogy formatet ad itt vissza, nem tudom mennyire látszik az egér, csak hogy már példányosítva van, vagy absztraktálva van egy person nevezetű típuson, ami gyakorlatilag itt fölül van definiálva, az egy rekord típus, kettő darab különböző része van. És amikor egymásba ágyazok formleteket, akkor nyilvánvalóan itt azért a keretrendszernek vannak olyan primitívái, hogy a layoutot balra-jobbra egymás alá, vagy hogyan rendezük, tehát fel lehet építeni akármilyen grid szerint egy gyönyörű, szép, komplex űrlapot. A lényeg az, hogy ezeket egymáshoz ágyazni ezzel az operátornak a segítségével lehet. Itt az előző dián volt ugye az általános formátuma, tehát itt n darab formletet, teljesen mindegy, hogy milyen típusú értéket hordoznak magukon, tudok egymásba ágyazni, ugye a csillag operátorral együtt, és a végén ebből az n darab formletből lesz n darab beérkező érték, amiből aztán valamilyen kompozált értéket elő tudok állítani a formlet.yield függvény segítségével. Itt érdemes megfigyelni, hogy ugye szembe az objektumorientált, illetve az imperatív programozással, itt azért eléggé vadul másként van ugye az evaluációs sorrend. Tehát itt beszélünk arról, hogy vannak itt operátorok, azok mikor futnak le, miért a végén fut le a yield, stb. Stb. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy itt minden függvényeken alapul, az operátorok is ugye függvények, függvényeknek van egy adott jól definiált kiértékelési sorrendjük, ami gyakorlatilag, mint ahogy azt az ember elvárná, először az argumentumokat értékeli ki. Tehát így történik kiértékelése a formlet 1-től n-ig először, és aztán utána ez a függvény, ami szinte egy paraméter a yieldhez, lesz meghívva, és akkor így lesz az egésznek értelme. Csak ezt egy kicsit fordítva kell olvasni, de hát azért gondolom, azért itt már láttuk például ezt az operátort, ami ugye ahelyett, hogy egy adott függvényt egy adott argumentummal vagy paraméterrel meghívnánk, megfordítja ezt a sorrendet, és az argumentumot küldi előre, és aztán bele pipe-olja úgymond egy függvénybe, ami F-sharpban egy teljesen normális dolog. Tehát itt például ez egy rakás zárójellel lehetne fordítva, megírva C-sharpban vagy C-ben, de amit nem nagyon szeretnek így funkcionális berkekben, hanem inkább ezt a pipe operátort használjuk. Mindegy, tehát itt is ugye volt egy-két ilyen kompozíció, kettő darab formatet, ilyen primitív formatet tettünk össze, enhanszáltuk egy-két hívással, és kapunk egy ilyet. Ami nyilvánvalóan már person példányt ad vissza. Na most, az érdekes dolog abban az, hogy ebben az egészben az, hogy a formatek az egy mindenféle felhasználó felületektől független, még kutatási papírokban, disszertációkban is leírt formalizmus.
Tehát ez nem a webre specializált dolog, ez lehet vastag kliensekre, mobil alkalmazásokra, bármire, tehát ez egy felhasználó felületekkel való absztrakt foglalkozás, de igazából a renderelés, hogy hova és miként, az nem tartozik ugye a programhoz. Hát itt sem, amikor láttuk ezt a t-sort, írtuk le sehol, hogy ez mondjuk egy HTML-es web űrlap lesz. Ez azért lett egy HTML-es web űrlap, mert a WebSharperben található alapvető format konstrukció, az ugye HTML-re van renderelve, de mi különböző bővítményeken keresztül egyéb UI technológiákra is fel tudjuk ezt húzni, tehát ugyanez a pár sor, attól függően, hogy milyen scope-ban vagyunk, tehát hogy melyik bővítmény van éppenséggel látható módon az adott pontban. Tudjuk ezeket a formateket jQuery UI-jal, Yahoo UI-jal, XGS-szel, jQuery Mobile-jal, stb. Renderelni. Gyorsan mutatok egy példát. Itt van egy format példa, ez egy kicsit másabb, tehát itt három darab dolgot kompozálunk egybe, itt, amit látható itt középen. Egy username, egy password, meg itt lesz egy checkbox, ha jól látom. Aztán valamit csinálunk velük, és a végén, ha jól látom, ez egy flow lett, igen. Tehát az első lépésben ez történik, aztán pedig ez. Második lépésben kapok egy divet, lesz benne egy H3-as tag, azzal, hogy üdvözöllek akármilyen user, és akkor majd emlékezünk rád, vagy nem, attól függően, hogy ez a checkbox be volt itt kapcsolva. Tehát itt jól látszik, hogy ugye itt most ez egy több oldalas felhasználói élmény, amit most itt modellezek kódban, de minden erősen tipizált, tehát ha ezt kódban nézném, akkor itt ez a remember, ez egy boolean lenne, a password meg a username az egy string lenne, ugye nyilvánvalóan attól függően, hogy itt az adott formateknek a kompozálásánál mit adok vissza. Itt ha jól látom, ez egy hármas triplet, ami, hát ha aki az F-sharpot nem ismeri, nehéz elmondani, hogy micsoda. Dióhéjban annyi, hogy különböző típusú értékeket tudok egymással együtt visszaadni. Tehát ez olyan, mintha három különböző értéket visszaadnék. És ezeket utána így tudom bindingolni egy-egy változóhoz, ugye változók sincsenek, hívjuk inkább névnek őket, és aztán később a kódomban fel tudom használni. Tehát itt a username, amire itt referálok, az innét jön. És a végén, hogyha megnézzük, hogy ez mit is alkalmaz, úgyhogy itt definiáltam ezt úgy hívom, hogy login szekvencia, és egy F betű a végére, hogy azért lássam, hogy ez egy formlet. A végén ezt be tudom a saját HTML kombinátoraimba illeszteni, ezt az egész kliens oldali funkcionalitással ellátott markupot, úgymond, be tudom illeszteni. Hát itt ugye, aki programozott már jQuery Mobile-al, az tudja, hogy egy sima, egyszerű diveken, egymásba ágyazott diveken alapul az egész, csak hát HTML5-ös attribútumokat kell megfelelően konfigurálni, tehát azt kell mondani, hogy van egy adat role nevezetű attribútum, aminek az értéke header, aztán content, meg footer, és akkor ezek vannak így gyakorlatilag beállítva, és akkor a közepére a contentbe tettem bele ezt a login szekvenciámat, és akkor körülbelül ezt fogom látni, hogyha ezt egy androidos emulátoron lefuttatom. Nem tudom, mennyire látszik, de úgy itt az első képernyőn van egy username, password, meg egy checkbox kérés, egy login buttonnal, vagy egy nyomógombbal, ha megfelelően ezt kitöltöttem, akkor eljutok a második képernyőre, ahol gyakorlatilag üdvözölnek engem, és attól függ, hogy a checkboxom igen vagy nem volt, kapok egy ilyen mondatot, hogy megjegyeztünk vagy nem. Tehát az egész ugye körülbelül megint 15 sorból leírható volt. Most itt nem megyünk bele olyan részletekbe, hogy mennyire komplex UI-okat lehet létrehozni. Nyilvánvalóan ugye az androidos meg a mobil fejlesztői élményben ugye az egyik rész, hogy minél egyszerűbb legyen, annál jobb. Tehát itt nem is nagyon vittük ezt túlzásba, de ha ez egy webes alkalmazás lenne, akkor hihetetlen komplex, hatalmas űrlapokat mindenféle bonyolultsággal lehetne implementálni. Pár 2-3-400 sorban azt hiszem, talán a világ legnagyobb UI-t le lehetne modellezni, tehát webben nem is szabad nagyon túlságosan bonyolítani dolgokat. Na, és akkor egyéb bővítményekről, hát ugye említettem, hogy ezekből a bővítményekből kb. 30-40-50 különböző van már jelenleg is. A teljesen alapvető dolgoktól térképészeti, diagramok, vizualizáció, stb. Keresztül. HTML5, ezt mindjárt megmutatom, WebGL, O3D, GL Matrix, stb. Tehát komplett játékok vannak, ezek fönn vannak a websájtunknak az egyik demo oldalon. Ez egy Google által írt demo, ezt mi átírtuk WebSharperre, a kód körülbelül felére lesüllyedt, mert hogy funkcionálisan próbáltuk ezt átvinni, tehát ez kb. 1000-1200 sor, igen. És abban egy olyan kérdésem lenne, hogy itt ebben az esetben nyilván a renderelést, illetve
logikai részét a kliensképpen akarjuk futtatni, illetve nem. 100%-ban a kliens. Igen, és itt a JavaScript az gyakorlatilag F-sharpkodból generálódik. Így van. Tehát még a logika is F-sharpban van. Én minden F-sharpban, tehát JavaScriptben egy sort nem kell írni. Köszönöm. Tehát ez a rendszernek az egyik nagyobb fontos lépése, illetve lényege, hogy ugye azt a logikát, hogy mi szerint mennek itt a golyók, azt gyönyörűen meg tudom mutatni szépen, mert a websájton ott van példaprogramként. Ez egy F-sharpban megírt az előbbi uniókat, stb.-ket használó gyönyörű kis kód. Ebből lesz végül is generálva már maga a keretrendszer által JavaScript kód, megfelelően becsomagolva, stb. Kapjuk az alkalmazást. Tehát ami a weboldalon van, az nyilván van a webes verzió. Most az, hogy átportoljuk ugye mobil alkalmazásként, ahhoz az kell, hogy a különböző eseményeket, például a spacebarnak ugye a lenyomása, ugye azzal tudunk erőt adni egy golyónak. Egyébként itt mászkálnak össze-vissza a golyók, tehát ez egy kompletten működő, mozgathatom a viewportomat, hogy mit látok, magasabb, tehát egy 3D-s alkalmazás. Nyilvánvalóan az interakciói mások, tehát ott az egérrel meg satöbbivel tudok mozgolódni a webes résznél. Ha át akarom portolni ezt egy mobil alkalmazással, akkor ezeket át kell írni, és az eseménykezelőket a mobil eszközön is elérhető gesztúrákhoz, pincselés, stb. Kell valahogy hozzákötni, vagy hozzárendelni. Tehát ennyi az egy caveat, ahogy ezt szokták mondani. Másik egy gyors példa, ugye itt a mapre volt egy ilyen villám példa, a teljes kód itt látható, ebből lesz egy olyan alkalmazás, amit ha magam előtt tartok és mászkálok, mindig mutatja, hogy hol vagyok, és rezolválja az adott lokációmat egy adott címre. Tehát itt megmondják, hogy a jégtábla utca 5-ben vagyok. Ha arrébb megyek 20 métert, akkor már 6-ban leszek. És az folyamatosan update-elődik. A teljes kódja gyakorlatilag csak megmondjam, ez az egyetlen egy hívás itt. Ez a WebSharper-nek a mobil részébe behív, és ott meghívja a GetLocation nevezetű függvényt. Ez azért érdekes, mert ugyanez a kód bármelyik mobil platformon fut, Windows Phone-on, iOS-en, akárhol. Illetve iOS-en még nem, de Windows Phone-en és Androidon már kb. Egy éve. Tehát ezt a fajta integrációt már régességen elvégeztük. Tehát ennek a WebSharper mobile rétegnek pontosan az a lényege, hogy az ilyenfajta absztrakt kérdéseket, hogy hol vagyok, kamerát szeretném használni, accelerométer, stb. Ezeket el tudjuk érni teljesen absztrakton, tehát ne kelljen eszközfüggően ezeket létrehozni, vagy elvégezni. És akkor nagyon-nagyon röviden, ugye a HTML5 fontossága, a web alapú dolgok, ugye F-sharpban implementálva. Itt egy alkalmazást, ezt az év elején fejlesztettük. Ez egy baktériumnak a génkészletét és funkcionális dolgait írja le. Ez természetesen egy interaktív grafikon, tehát itt mászkálhatok, ki tudok nyitni különböző részeket, tovább tudok süllyedni lefele egyre jobban és egyre pontosabban egy funkcionális területhez. Teljesen mindegy, jól néz ki. A lényeg az, hogy ez az egész F-sharpban van írva, tehát ugye szoktak ilyeneket kérdezni, hogy jaj, úristen, tehát ti F-sharpban írtok mindent, hát az nem nehéz, hát hogy csináltok UI-okat? Nagyon egyszerűen. Ez az alkalmazás, ha jól emlékszem, 4000 sor. És ez az egyik oldal, és van még négy másik ilyen teljesen másként kinéző vizualizáció, ahol insertion-öket, meg egyéb ilyen különböző diagramokat lehet látni. Tehát azért itt érezhető, hogy kb. 5-10-szer kevesebb kódot kell írni, és nyilvánvalóan jóval kevesebb idő alatt is. Tehát ez az alkalmazás például 2 hónap alatt készült 2 felhasználóval, vagy programozóval. Tehát összegzésként ugye van ez a jelentős, szerintünk elég nagy hatékonyság növekedés, amit ugye az F-sharp, mint funkcionális programozási nyelv, és egy ilyen keretrendszernek a házasításából tudunk létrehozni. Egy folyamatosan bővülő piac lehetősége, ugye a mobilokon, a felhőre úgymond skálázható alkalmazásokból, illetve a web alapú desktop alkalmazásokból egy folyamatosan bővülő piac áll rendelkezésünkre, ezt tudjuk megcímezni ezzel az adott paradigmussal vagy technológiával. Nagyon hirtelen gyorsult a több platform fele, hiszen egy kódot írok, 3-4-5 fele is megy, hogyha kell, és a skálázhatóság pedig alapból benne van. És mindez a funkcionális programozásnak köszönhető, mert azok az absztrakciók, amiket használok ezeknek az alkalmazásoknak ugye a felépítéséhez, azok mind funkcionális programozásból erednek. Emiatt ugye gyorsabb a fejlesztés, és a kód pedig sokkal, de sokkal rövidebb. És akkor csak egy-két extra. Van ez a közösségi oldalunk, ezt olyan, azt hiszem 7000 felhasználója van. Ez funkcionális programozóknak való, illetve nekik készítettük. Ez teljes egészében WebSharperrel készült,
ez is egy elég jelentős fejlesztésünk. Itt van egy ilyen Stack Overflow-hoz hasonló kérdések és válaszok rendszer, abban egészen egy-két hónappal ezelőttig a világon a legnagyobb tartalom ezen az oldalon volt az F-sharp nyelvhez. Ez kb. 3600-3700 full thread, vagy egy ilyen, hogy is mondják magyarul azt, hogy thread, na mindegy. Tehát elég sok ilyen konverzáció benne van a rendszerben. Emellett események, konferenciák, kurzusok, felhasználó csoportok, blogokat aggregálunk, munkalehetőségeket, fejlesztő profilokat, mint például ezen az oldalon látszik, hogy hol vannak a regisztrált felhasználók, stb. Stb. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Tehát akit érdekel a funkcionális programozás, nem az F-sharp, az is, bármilyen másik nyelv, Clojure, Scala, Haskell, stb. Stb. Ugye elég sok webes relevanciával is rendelkeznek ezek a nyelvek, az mindenféleképpen nézen rá erre az oldalra. Tehát még egyszer összegzésként, ez itt itthon Magyarországon készült. És ugye szerintem Magyarországon nem is ismerik. Tehát világban elég sok helyről regisztrálnak, mint hogy az látható. A másik extránk, ugye a jelenlegi fejlesztésünk, ez egy felhőbe skálázott IDE, tehát fejlesztői környezet. Szintén ugye WebSharperrel írjuk. Ez most gyakorlatilag egy ilyen két hónap előtti kép. Ezen az látszik, hogy ugye van, mint akármelyik editorban, van egy ilyen fa struktúrával modellezhető ilyen Workspace Explorer. Itt megnyitok egy-két file-t, azok itt ilyen fülben ezen az oldalon kinyílnak. Kapok syntax highlightingot, kapok on-the-fly type checkinget, tehát itt tudok fejleszteni, mint hogyha Visual Studio-ban lennék, de nem kell hozzá Visual Studio. Ugye itt Magyarországon ez már egy centrális kérdés, hogy ezek a fejlesztő eszközök azért elég drágák, ez pedig ugye egy webes megoldás, tehát azért itt elég sok pénzt meg lehet takarítani, már csak mint szoftverfejlesztő cég is, de még hogy rátegyünk egy-két lapáttal, van itt ez a két ablak, hát kicsit szerencsétlenül vannak pozícionálva, úgy tűnik, mintha a tabnak a része lenne, de ez két ilyen pop-upos ablak. Gyakorlatilag az egyik egy interaktív környezet, ahol F-sharpba tudok írkálni különböző dolgokat. Már amit írok itt alul látszik, hogy az is syntax highlightolva, szemantikai csekkeléssel együtt jön, és így ebben az interaktívban az adott kódot, amit beír az ember, azonnal végrehajtásra kerül, tehát gyakorlatilag úgymond interaktív programozást tudok ezzel a keretrendszerrel itt webben létrehozni. És hát van egy konzolunk, amivel lehet gyakorlatilag ott játszani, különböző GitHub, meg egyéb forráskontroll repokból tudok kihúzni a saját webes workspace-embe fájlokat, tudok visszaküldeni, stb. Tehát ez egy komplett felhasználói fejlesztő környezet, és ez webben elérhető, és F-sharphoz per pillanat mindenfajta szolgáltatást adunk, beleértve ugye a szintaktika és a szemantikai csekkelést, ami ugye elég fontos. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hogy a végrekonzolosítások azok a generált nyelvekből kilesztek, JavaScript-ből kilesztek optimalizálni? Melyikek? Végrekonzolosítások. Természetesen, ezt nem is a fordítónak kell megtenni, hanem ezt már az F-sharp fordító megteszi, mivel hogy ugye... Igen, tehát mi az F-sharp fordító által nem mint... tehát van az IL, ugye a .NET-es assemblyknek az Intermediate Language kódja. Mi nem azt vesszük, hanem az F-sharp által generált úgymond metakótációkat. Tehát ez gyakorlatilag a forráskódnak egy bináris megfeleltetése, és mi ebből analizálva sokszor különböző dolgokat jóval erősebben optimalizálva tudunk kiadni. Semmiféleképpen nem. Tehát akkor lenne alacsony szinte, hogy az IL-ből mennénk, és abból próbálnánk a fordítást csinálni. Egyébként van egy ilyen projektünk, amivel most a többi .NET-es nyelvre is ki szeretnénk terjeszteni ezt az egész keretrendszert. Ott viszont az IL-ből fordítunk. Tehát ott azért érezhető egy ilyen minőségi ugrás, hogy azért az F-sharpból jövő programokat sokkal szebben le tudtuk fordítani, sokkal optimálisabban. Viszont az IL-nél nem az optimalizálás, tehát az nagyon optimális, hiszen már ott a C-sharp meg egyéb fordító már, amit lehet megtett, ott az a baj, hogy az már olvashatatlan lesz. Tehát ha valaki elkezd turkálni a JavaScript-ben, amit generáltunk, az nagy eséllyel nem fog megtalálni benne semmit. Természetesen ugye vannak különböző megoldásaink erre. Minden generált kódban ugye egyrészt a nevet meg tudjuk tartani, hogy honnét jött, ugye lehet identifikálni. Másrészt pedig ugye azt szoktuk mondani, hogy a fordítóról ugye mi évek munkájával szeretnénk azt mondani, hogy a fordítás maga szemantikai hibát nem hoz létre, tehát hogyha nem volt hiba az eredeti
F-sharpos, C-sharpos akármilyen programban, akkor a fordítottban sem lesz. Viszont ez az esetek 99%-ában így van, az 1%-ában pedig nem a fordított kódban kell turkálni, hanem a fordított kód, a JavaScript, amit meghív más JavaScriptes könyvtárakat, abban vannak hibák. Tehát sok ember például talál hibákat a Google-nek a map, vagy a vizualizáció, meg egyéb csomagaiban. És tehát az nem maga ugye a keretrendszernek a hibája, akkor azt riportálni kell, és akkor azokat így megoldják szép lassan. De azt kell mondjam, hogy ezért 2-3-4 évvel ezelőtt volt akut probléma, most már inkább azért nem. Tehát itt gyönyörű 30-40 ezer soros alkalmazásaink is vannak WebSharperrel, ez kb. 500 000 sornak felel meg, hogyha mondjuk C-sharpban fejlesztettük volna, és ezek mindenféle probléma nélkül 3-4-5-6 másodperces fordítási idővel tudjuk a teljes alkalmazásokat generálni. Ez egy, mint ahogy mondtam, ez egy enterprise szintű, nagyon megbízható framework. Egyéb kérdés? Az egészen az elhelyezésre kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Hát, ha jól tudom, akkor úgy működik a valahogy, hogy a fejlesztő megírja ebben a fejlesztő rendszer bizonyosan magában ezt a forráskódot, és amikor elkészül, akkor ezt fordálja külön Androidra, külön Windows. Az attól függ, hogy milyen projektet csinálsz. Tehát itt ugye mutattam, hogy miket lehet. Itt el lehet kezdeni egy androidos projektet. El lehet kezdeni egyebet, tehát ez nem alapból lesz bárhova skálázható, vagy bármelyik platformon átvihető, hanem gyakorlatilag attól függően, hogy melyik projektben vagyok. Persze. Csak akkor az kell, hogy akkor nyitsz egy webes projektet, és belemásolod gyakorlatilag a kód 99%-át. Azért van ez, mert maga a projekt típus, amit itt az elején kreálsz, adja meg, hogy hogyan és miként van buildelve. Tehát sok esetben a lépések is mások egy Android elkészítéséhez, alkalmazás elkészítéséhez, mint egy web alkalmazás elkészítéséhez. Tehát csak megmutatom, hogy itt van ez a cucc, amiben turkáltunk, és ugye nyomok egy F5-öt, most ez itt elkezd fordítani, jön az F-sharp fordító, lefordítja, jön a mi fordítónk, lefordított 1,35 másodperc alatt, és már meg is nyitja nekem a kész alkalmazást. Ez azért van, mert az automatizáció ehhez a projekttípushoz ezt mind elvégzi. És amikor webes alkalmazást, tehát webes lévőnét akarok az egészbe produkálni, akkor a weboldali, tehát a szervoldali része az mi lesz, PHP lesz, vagy Java lesz? Nem, az .NET, tehát az F-sharpban marad. Tehát a szerver oldalt azt egy ASP.NET kompatibilis konténerbe kell tenni, tehát IIS, Apache is föl lehet tenni, hogyha Monót futott az ember Linuxon. Tehát ezt használják emberek, szerintem 30%-a felhasználóknak Linuxról programoz. Az a baj a Linuxon, semmi baj nincs vele amúgy, hogy a WebSharper maga az Visual Studio-s extenziókat tartalmaz. Tehát itt mi kibővítettük ugye a különböző dolgokat, a fordítást megváltoztatjuk, hogy miként dolgozzon a rendszer, de ez Visual Studio specifikus. Ha az ember elkezd Mono Developon ugyanezeket a fajta dolgokat fejleszteni, akkor sajnos a terminál ablakból kell skripteket hívjon, mert hiányzik az az integráció, amit már Visual Studio-nál megtettünk. Majd idővel ezt utolérjük őket, és akkor oda is kiterjesztjük. Na hát, nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet. Megbíztak azzal, hogy mondjam azt, hogy mindenféleképpen töltsétek ki az értékelő lapokat, és le kell adni a regisztrációnál. Köszönöm szépen még egyszer.